Köszöntöm Zádor János polgármester urat a Pécsvádi Városi TV kameráján előtt. Polgármester úr, hát több mint egy hete nem jelentkeztünk, és ez talán egy kicsit jó hír a város szempontjából, hiszen nem történt tulajdonképpen semmilyen rendkívüli esemény, viszont hát elég sokan hiányolták már ezt az interjút. Mindenkelőtt adódik a kérdés, hogy jelenleg hogy állunk Pécsváradon, van-e beteg? És köszöntöm a Városi TV nézőit. Először egy másik kérdésre válaszolnék. Nyilván azért nem jelentkeztünk, mert olyan jellegű információ nem volt, ami miatt nekünk így össze kellett jönnünk egy riport miatt. A második és a fő kérdés, nincs beteg. Nagyon fontos, hogy nincs beteg, viszont azt is fontosnak tartom elmondani, hogy Pécsvárad a régióban legtöbb hatósági karanténnal rendelkező embert tudhatja magáénak. Tehát most fel is hívták a rendőrök a figyelmünket, hogy ebben nyilván nem vagyunk rá annyira büszkék, de ez van, ez egy tény, ez nem egy betegség, nem egy baj, de nálunk van a legtöbb település arányosan. Gondolom ez abból is adódik, hogy azért a városban nagyon sokan dolgoznak külföldön, és nagyon sokan jönnek vissza külföldre. Igen, és ez a hazajövetel, most leszámítva az ingázókat, ez eléggé elhúzódott. Tehát az elmúlt napokban is 4-5 ember érkezett húsvét után haza, akik mindannyian hatósági karanténba kellett, hogy menjenek. Láthatjuk az elmúlt hetek országos híradásaiból, hogy hát bizony egyre több probléma van az idősek otthonával, és egyre több a beteg, és hát egyre több idősek otthona válik gócponttá. Tudom, hogy a pécsvári otthonban tényleg nagyon korán is időben bevezettétek a különböző korlátozó intézkedéseket. Hogy állunk most ezzel? Hát elmondtad a lényeget, hát hogy nagyon korán bevezettük. Én úgy gondolom, hogy minden olyan fenntartónak, és most azért nem mondom az önkormányzatot, mert jelen esetben nem Pécsváros önkormányzata, hanem egy társulás, és ennek a társulásnak az elnökeként én felügyelem ezt a szakmai munkát. Mindenkinek saját magának fel kellett volna mérni ezt a helyzetet, tehát mutogathatunk most már egymásra. Az az idős ember, aki meghalt, azt valószínűleg ez már kevésbé érdekli, illetve a családtagokat. Tehát mi, amikor meghallottuk ennek a vírusnak a jellegét, hogy kik a célszemélyek, kik, akik valószínűleg legjobban veszélyeztetettek lesznek ebbe a rendszerben, mi abban a pillanatban meghoztuk ezt a döntést. Az elején igaz, hogy mi is még talán egy szűk hétig engedélyeztük a védőfelszerelésben a látogatást, de csak azoknak, ahol az idős ember olyan állapotban van, vagy esetleg ez olyan lelki megnyugvást adott neki, de talán ez 4-5 nap lehetett, és utána teljesen lezártuk. Azt is elmondhatom, hogy megvolt az ellenőrzésünk, pár ilyen papír dologtól eltekintve, tehát gondolok itt az adminisztrációra, amit utólag kell pótolni, de ez nem azért van, mert elfelejtettük, hanem az új rendszer maga a vírus elleni védelem előír még bizonyos szakmai utasításokat, de az a lényeg, hogy a pécsvárosi idősek otthona megfelelt minden szempontból, és kijelentettem, hogy természetesen nyilván, mivel kérdezted, hogy van-e beteg, és mondtam, hogy nincs, természetesen ott sincs beteg. Nyilván napi kapcsolatban vagy fenntartóként is az intézmény vezetőjével. Mit lehet tudni, hogy bírják bent az öregek ezt a bezártságot? Egyelőre komoly problémáról vagy olyan viselkedésről nem hallottam, ami aggodalomra adna okot. Nem hiszem, hogy az idős emberek rosszabbul viselik, mint mi fiatalok. Tehát mindig arra kell gondolni. Ugye az nagyon fontos, hogy legtöbbjük sajnos olyan állapotban van, hogy a mozgása eddig is korlátozott volt. Van olyan, aki egyáltalán nem is tudja elhagyni a saját szobáját, főleg nem egyedül. Úgyhogy nekik ez nem jelent olyan szintű változást. Ami talán változás, hogy a szabályok szigorodtak, és maszkos emberekkel találkozik, beöltözött emberekkel, ilyen közvetlen kontaktusok eltűntek, ugye kesztyűben dolgozik mindenki, a bizonyos találkozások megszűntek, gondolok itt például, akik régebben bejártak, házi segítségnyújtók, ugye ők egy elkülönített helyen dolgoznak, és már a bentlakókkal nem találkozhatnak. Tehát akkor ezek szerint működik az elkülönítés is. Igen, és kötelezett is bennünket a kormányhivatal arra, illetve a Népegészségügyi Intézet, hogy az intézeten belül
Nyilván lehetőséghez mérten kellett elkülönítőket meghatározni, elkülönítő helységeket. Pécsadváros önkormányzat olyan szerencsés helyzetben volt, hogy az új nappali ellátási egységünk, ami tulajdonképpen kész van, de mire kész lett, addigra a nappali ellátást a vírus miatt ugye beszüntették, tehát nem érkeznek ide környékbeli településről napközbeni ellátásra idős emberek. Így ott ki tudtunk két szobát alakítani, amit kijelöltünk erre a célra, illetve a korábban említettem, a házi segítségnyújtók is kaptak ott egy irodát, innentől kezdve különbejárat, tehát még az udvart sem érintik, ahol az idős emberek tartózkodnak. A másik szálláshelyünket, a várat esetleg milyen módon tudjuk kihasználni vagy bevonni, akár a karantén vagy bármilyen elkülönítés tekintetében? Hát ugye a vár a kormányrendeletek miatt bezárt, a konyhája kiszállításos rendszerrel dolgozik, egyébként az idősek otthonának is innen szállítunk ételt. Jelen pillanatban a várnak a szobáiból pár szobát felkészítettünk arra, hogy a Pécsen és Komlón a kórház kiürítésekből adódó idős embereknek legyen egy B megoldás. Elmondtam ezt korábban is, hogy ők ugyanolyan pécsváradi állampolgárok, tehát annyi különbsége, sokkal jobban ki vannak téve bizonyos dolgoknak. Nagyon sok közülük nem rendelkezik olyan családi háttérrel, akik meg tudnák oldani az ő problémájukat, ezért Pej Márta intézményvezetővel, az idősek otthona vezetőjével úgy beszéltük meg, hogy jelen esetben az eddig jelentkező idős embereket a családok ellátják, a házi segítségnyújtást felerősítve támogatjuk őket, tehát naponta több órát jelen vannak, segítenek tisztába tenni, azokat a dolgokat megcsinálni, amihez szakember kell, a fennmaradó időt pedig a család látja el. De nyilván annyira optimista nem vagyok, hogy ez hosszú távon, akár hónapokig fog így működni, ezért felkészültünk arra, és utasítást adtam intézményvezető asszonynak, hogy állítson össze egy olyan stábot, aki a várban tulajdonképpen egy négy szobás kis kórterem, vagy az lehet természetesen több, hiszen a várban nagyon sok szoba van, de azért bízok benne, hogy olyan sokan nem szorulnak erre rá. Tehát egy kis mini kórházat tudunk ott kialakítani. A kórház talán most azért egy kicsit erős, mert azért ezeket az idős embereket javarészt úgy engedték az, hogy ők nem betegek. Ez nagyon fontos, tehát ezt meg is kell őrizni persze, tehát ez egy óriási felelősség, hiszen ők koronavírussal nem érintett emberkék, és rájuk nagyon kell vigyázni. Ezért, aki ott fog dolgozni és őket ellátja, az amíg ez a rendszer fönnáll, addig nem térhet vissza az idősek otthonába, és nem térhet vissza a házi segítségnyújtási rendszerben sem. Csak ezt a négy embert fogják a napi 24 órában ellátni, ehhez hozzávetőlegesen intézményvezető asszony szerint 4-5 emberre lesz szükség. Beszéljünk egy kicsit a polgármesteri jogkörökről. A húsvét előtt egy kicsit beelőzve már a kormányrendeletet, illetve a miniszterelnök úr felhatalmazását, már korábban elrendelted a Dombai tó részleges bezárását. Erre a hétvégére újból megkaptad ezt, vagy megkapjátok, mint polgármesterek ezt a jogosultságot. Milyen egyéb jogkörrel kívánsz még élni? Igen, tehát én úgy gondolom, hogy nem kell egyelőre, tehát Pécsvár lakossága fegyelmezett. A Dombai tó lezárását, mint ahogy a jellegéből is adódik, nem a pécsváradiak miatt kellett lezárni. Rengeteg vidéki turista érkezett ide, akik egyébként az adott húsvéti hétvégét megelőző két hétvégén nem tartottak be semmilyen alapvető előírást. Arról már nem beszélve, hogy mivel tömegesen megjelentek, egymással kontaktálva kizárták annak a lehetőségét is, hogyha egy pécsváradi mondjuk idős ember szeretett volna egyet sétálni, vagy akár egy család kiment volna, ő nekik már esélyük nem volt, hiszen ők is azonnal megszegik a szabályt, annyira sűrűn voltak. Csúcsidőben 30-40 autót számoltunk meg, azt most be kell szorozni, plusz a kirándulók, nagyon sokan voltak. Ezt nem hagyhatjuk, és ugye nekünk egy célunk van, hogy az, amit az elején kérdezte, hogy van-e beteg, nincs beteg. Na ezt szeretnénk valahogy megtartani, ameddig csak tudjuk, hogy ne legyen itt beteg nálunk. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy nincs beteg, mert lehet, hogy látás módon van egy-kettő, aki már talán túl is van ezen. De még egyszer mondom, tehát ezt meg kellett lépni. A város nem gondolom, hogy le kell zárni. Több polgármester megtette ezt, akár a szűk környezetünkben is. Én úgy gondolom, hogy
Pécsváradnak a városi része nem jelent olyan turisztikai célpontot jelen pillanatban, hogy az egész várost lezárja. Ennek egyébként több oka van, mert kérdezték. Az egyik az, hogy a környező településeken az alapvető bevásárlással gond van. Most azt kell elképzelni, hogyha én ezt lezárom, és onnantól kezdve egy óriási ellenőrzési munka az, hogy mondjuk Erzsébetről valaki be akar jönni az ABC-be bevásárolni, nyilván nem pécsváradi, mit keresít, stb. Tehát ezeket kár szerintem ebben foglalkozni, ezért csak és kizárólag a Dombai tóra szűkítettem ezt a dolgot. Egyébként meg én úgy gondolom, hogy egy polgármester mindig annyi jogkört használjon, és azokat a jogköreit, amit abszolút kell. Én úgy látom, hogy jelenleg ezt kell. Ez a lezárás most csak a hétvégékre érvényes, vagy hétközben is? Én elmondtam, hogy én teljes hetet gondolok, és amit én rendeletben meghoztam, a saját rendeletemben nem hétvégére szól, hanem visszavonásig. Ha valaki elolvas egyébként kint a tónál a táblákat, ott is felírtam, hogy milyen jogszabály alapján rendelkeztem, és visszavonásig érvényes. Tehát nem hiszem egyébként, persze mindig van a különbség a hétvége meg a hétköznapi napok között, de nem gondolom, hogy a hétköznapi napok nem okozhatnak problémát. Mi a helyzet a Várkerttel, ott mennyire van mozgás? Jelenleg sem ennyire. Ugye a Várkert ilyen szempontból talán ugye a Dombai tónak ez a vízközelség, a kiépítettség, ugye ott csak le lehet ülni, bizonyos vendéglátás is volt ott ugye korábban, tehát oda mindig jobban csavart a turistákat meg a látogatókat. A Várkerttel nincs problémánk jelenleg, szinte elvétve látunk embereket, azok pedig helyiek. Polgármester úr, néhány hete elindult egy gyűjtés a koronavírus helyzet kapcsán, illetve adományokat vártok vállalkozóktól, magánszemélyektől. Lehet-e tudni jelen pillanatban, hogy hogy áll ez a folyamat, illetve van-e információ arról napra készen, hogy mennyi pénz jött össze eddig? Hát most teljesen pontosan nem tudom, mert még a mai számokat nem vagyok tisztában, bár megkaptam, csak most nem néztem még rá. Biztos, hogy 800.000 forint fölött vagyunk, és pont a mai nap keresett meg egy, mondom ki, egy nagyon korrekt vállalkozó, aki a nevét nyilván nem akarja most elárulni. Ő a mai nap folyamán 1 millió forinttal fogja támogatni ezt az akciót, és én abba bízok, hogy jövő héten pedig elkezdődhet ezeknek a segítségeknek az adminisztrálása. Ezt gondolok arra, hogy ki fogjuk tenni az igénylőlapokat. Azt az, én már most elmondanám, hogy a kollégákat, akik ezt erről dönteni fognak, nincs közöttük, elárulom egyébként, képviselő, polgármester se, alpolgármester se. Fel fogom kérni őket, hogy alaposan gondolják át, hiszen ez a pénz, ez nem a mi pénzünk, most önkormányzatra gondolok, tehát erre ezt nem azért kaptuk, hogy elherdáljuk és fölöslegesen rossz helyre, tehát ezt az adományozók arra kértek bennünket, arra hatalmaztak fel, hogy ezekkel a pénzekkel rászorultakat segítsünk. Ezért higgyék el, hogy ezek az emberek is, én is azt fogom ebben a dologban képviselni, hogy ellenőrizzük le, tehát csak mondva csinált okokra ne fizessünk, mert akkor nyilván egy nap alatt el lehet költeni ezt a pénzt. És hát nyilván ragadjuk meg az alkalmat, pontosabban arra kérlek, hogy ragadd meg, hogy itt most a kamerán keresztül is biztassuk arra a pécsváradiakat, illetve a vállalkozókat, vagy bárkit, akinek módja és lehetősége van rá, hogy adakozzon. Igen, én most is kérnék mindenkit, hogy a honlapon, a Facebookon és ne rengeteg városi tévén oldalain megjelenő számra fizessenek be, ha tudnak. Persze azt is megértem, hogyha valaki nem tud ezzel élni. Jelenleg azt látom, és engedjék meg, ez a privát véleményem, hogy inkább azoktól látok adományt, akikről kevésbé gondoltam volna. Tehát van olyan ember, akire, megmondom őszintén, én inkább úgy gondolnék, hogy a célszemélyre, de ő is a maga kis pár ezer forintjával támogatta, úgyhogy én ezt minden rászoruló, minden későbbi érintett személy nevében szeretném megköszönni, és természetesen bíztatok mindenkit arra, hogy ez egy nagyon, nagyon nemes cél, csak pécsváradi embereket segítünk benne, tehát nem fogjuk elutalni sehová más településekre, nyilván ez nem is megoldható, tehát csak polgártársainak segítünk. Tehát ez egy tiszta dolog, és én úgy gondolom, hogy támogatható akció. Polgármester úr, lenne még kérdésem önkormányzati ügyekkel kapcsolatban, most azonban arra kérek, hogy maradjunk még a koronavírus helyzetnél. Van-e olyan információ, amit még szeretnél megosztani a nézőkkel? Igen, ugye nagyon sokan érdeklődnek a
karanténszállásunkkal kapcsolatban, amit a szakközépiskolának a kollégiumában alakítottunk ki. Most jelezném a mai nappal, tehát ezen a pénteki napon kiürültünk, tehát mindenki, aki önkéntes karanténba került, mindenkinek lejárt ez a biztonsági időszak, és mindenki hazament, tehát kiürült. Intézkedtem a fertőtlenítésről, takarításról, tehát továbbra is várja azokat a lakókat, akik a családjuktól külön szeretnék eltölteni ezt a karanténidőt, és egyben biztatni is szeretnék mindenkit, mert még mindig problematikus ez a helyzet, hogy nem nagyon tudjuk értelmezni állampolgárok, hogy a kötelező és az önkéntes közötti dolgot. Egy példát szeretnék kiragadni, amiben egyébként megkerestem a kormányhivatalt is. Ugye vannak a hatósági karanténban lévő polgáraink. El kell mondani, hogy ez 11 néhány ember jelen pillanatban, ez 11 néhány család. Viszont sajnos a törvényben van egy apró joghézag, hogy aki érintett és aki fel van tüntetve a rendszerbe, gondolok itt mondjuk egy családfőre, aki hazajött mondjuk Németországból, őre vonatkozik. A családra nem vonatkozik, tehát a családot nem lehet kényszeríteni. És bizony, találkoztam olyannal, hogy egy 6-fős család, vagy 7-fős családból az apa betartja, a 6 családtag ugyanúgy kifelé kijár. De most itt jön az, hogy a kettőt nagyon nehéz elválasztani, tehát aki karanténba kell menni, a rendőrök úgyis ellenőrizni fogják, nyilván maradjon otthon, nagyon fontos, mert komoly büntetés van. A család pedig ilyenkor, ha nem tud elkülönülni konkrétan, akkor vállalja be az önkéntes módon ezt az akciót, mert egyébként azt is el szoktam mondani, hogy azért a szerencsén és a jóistenen nagyon sok műlik ebbe a dologba. Tehát látok akkora hibákat, tehát 9 ember 10-ből betartja, és nagyon korrektek, és köszönet nekik, és jön a tizedik, aki tulajdonképpen tönkreteszi mindenkinek az áldozatos munkáját, a vállalásait, mert ő úgy gondolja, hogy az önkéntesség az, ha önkéntes, akkor ő ezt nem teszi meg, és ugyanúgy jár köztünk. Én is találkoztam ilyen emberekkel, és próbáltam beszélni velük. Mondták, nem én mondtam, nagy emberek mondták, hogy védekezéshez intelligencia is kell. Na most én ezt is bár emberben hiányolom, mert nem érti meg hosszas magyarázat után se, hogy miről szól ez az egész. Köszönöm szépen. Ha nincs más, akkor ha megengeded, van itt egy-két olyan dolga az önkormányzatok kapcsolatban, illetve hát a város életével kapcsolatban, amit szeretnék megkérdezni. Nevezetesen a pályázatainkra gondolok. Hát most azért ez a koronavírus helyzet sok mindent felülírt, de hát gondolom az élet megy tovább. Hogy állnak a nagy önkormányzati projektek? Gondolok itt elsősorban a Zöldvárosra, illetve hát azt láthattuk, hogy az engön úgy tűnik, hogy azért alakul a kilátó, és az talán már el is készült. A Zöldvárosról viszont nem sokat tudunk, illetve hát az engőhöz kapcsolódóan a dombai tavi beruházásra. Hát a Zöldvárosról annyit, hogy elég sokat előre haladtunk, és tulajdonképpen mi ugrásan kész vagyunk, tehát Pécsváros önkormányzata, pályázatíróink, a megye mindent elkészített. Egyetlen egy dokumentumra várunk, egy miniszteri rendeletre, ami a Zöldváros területén, tehát helyrajzi számán, ahová most majd megvalósul a beruházás, ott törölje a műemléki védettséget. Mert ez a dolog nagyon megbonyolítja a beruházást. Én nagyon egyszerűen próbálom elmagyarázni. Már a közbeszerzésnél is csak olyan cégek adhatnak árajánlatot egyáltalán, akinek műemléki referenciája van, és a megfelelő műemléki szakemberekkel rendelkezik. Na most ebből azért nincs sok, illetve akik vannak, azok jelen pillanatban is az egyházaknál dolgoznak, templomoknál, itt-ott. Tehát ez egy kicsit nehéz, úgyhogy erre várunk. Ahogy mondtad, ugye az engő kilátó az párhuzamos projekt a Dombaitóval. A Dombaitónál nincs közbeszerzés. Elvileg azt mondom, hogy egy 5-10 munkanapon belül ott a munkák meg fognak kezdődni. Mindennel kész vagyunk tulajdonképpen, az árajánlat bekérések zajlanak most. Én úgy gondolom, hogy egyrészt gyorsan is fog menni, másrészt látványos is lesz ott kint a munka. Azt kell elmondani továbbá, hogy a topos pályázatokat nem említve, a többi pályázatnál ezt a 3 hónap türelmi időt a vészhelyzetre való tekintettel megkaptuk. Viszont az is nagyon fontos, hogy a legnagyobb projektjeinket ez nem érinti.
Ott is lehet kérvényezni, de ott nincs automatizmus, mint a többi pályázatnál. Tehát az igazi nagy pályázatainknál kell kérni a halasztást, vagy az átütemezést kell bejelenteni, és ugye itt elbírálás van, jóváhagyás, tehát ez egy teljesen más dolog. Sok olyan kisebb pályázatnál, amik egyébként azért forintálisan nem olyan kicsik, de kisebb horderejűek, ott viszont megkaptuk ezt a 3 hónapot, amit minden település megkapott. Polgármester úr, köszönöm szépen a tájékoztatót, és hát reményem szerint jövő héten majd, hogyha úgy alakul, akkor újból jelentkezünk egy hasonló összefoglalóval a Városi TV kamerája előtt. Kedves nézőknek szeretném elmondani, hogy ezután a tájékoztató után még maradjanak a képernyők előtt, ne keljenek föl, főleg a fiatalabbakat várjuk ide, hiszen az Apaceller család jóvoltából tervezzük, hogy minden Városi TV adás végén a fiataloknak sugárzunk egy rövid kis műsort, aminek a címe Esti Mesés Világutazás Orsival és Pétivel, és ebből ki is találhatták a nézők, hogy Apaceller Péter és Apaceller Cigula Orsolya kis műsoros estjét láthatják majd az elkövetkező mintegy negyed órában, és szeretném még tájékoztatni a kedves tévénézőket arról, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor, tehát most már nem délután felvételről, hanem délelőtt 10 órakor élő egyenes mise közvetítést láthatnak a pécsi belvárosi templomból. Kérem önöket, hogy aki teheti, majd tartson akkor is velünk, és reményeink szerint jövő héten újból jelentkezünk egy ilyen összefoglalóval. Még egyszer köszönöm szépen a tájékoztatót. Halihó! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk, jöjjön az első dal! Rengeteg városban jártunk, elmeséljük, hogy mi mennyi mindent is láttunk. Kalandunk elrepít messzi földeken, élmények, izgalmak várnak, nem csak várnak. Hajózunk, mesénk viszel a tengeren, hullám ringod el, kikötők most hívnak el. Világutazók, haladra fel! Hogy hívják hajónkat, és ki utazik még rajta? Olvasd el a könyvek, mindent megtudhatsz róla. Hány kikötőt látunk, hány helyen állunk, megkérded? Nem sokára lapjainkon vezetünk téged. Kalandunk, elrepít messzi földeket. Élmények, izgalmak várnak, nem csak várnak. Hajózunk, mesénk viszel a tengeren, hullám ringad el, kikötők most hívnak el. Világutazó, kalandra fel! Kalandunk, elrepít messzi földeken, élmények, izgalmak várnak, nem csak várnak. Hajózunk, mesénk viszel a tengeren, hullám ringad el, kikötők most hívnak el.
esénk viszel a tengeren. Hullám ringad el, kikötők most hívnak el. Világutazók, 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 kalandra fel. Kiderül, hogy ki Orsi és Péti, és hova indulnak. Bemutatkozás és útrakelés. Hogy kik vagyunk? Orsi és Péti. Már az elején le kell szögeznünk, hogy nem vagyunk se történetírók, se kalandorok, se tengerészek, csak egyszerű zenészek, és mégis valahogy mindegyik egy szemében, jobban mondva a kettőben. Egy fiatal pár, akik hajóra szállnak, utazásaik során rengeteg városban és országban megfordulnak, ezekről dalokat írnak, és történeteiket megpróbálják elmesélni mindenkinek. Nem gondolod, hogy ez egy kicsit hosszúra sikerült? Vágott közbe Péti. Igazad lehet. Több rengett Orsi. Akkor inkább írjunk csak ennyit. Orsi, lány, barna hajú, barna szemű, 162 cm magas, énekel és gitározik. Péti, fiú, barna hajú, kék szemű, 189 cm magas, énekel, zongorázik. Házasok hajóra indulnak zenélni, kalandok történnek velük. Ez meg így elég leltárszerű lett. Állapította meg Orsi. Maradjunk mégis az első változatnál. Helyeselt Péti. Rendben, folytassuk tovább. Szóval ott hagytuk abba, hogy egy hajóra indulunk zenélni, de nem akármi erre. Egy hatalmas cruise shipre, azaz tenger és óceán járóra, ami magasabb, mint egy 10 emeletes ház, és legalább 2 focipálya hosszúságú. Floating hotelnek, azaz úszószállodának is hívják, mert az óriás hajó belsejében minden megtalálható, sőt, még több is, mint ami egy szállodában van. Elképzelni is hihetetlen. Egy külön fejezetet szentelünk majd a hajón található dolgok leírására, úgyhogy most egyelőre legyen elég. De hogyan jutunk el a hajóra? A vágott közbe Péti. Persze, persze, ezt is leírjuk. Tette hozzá Orsi. Mivel Magyarországnak, ahol lakunk, nincsen tengere, és a hajó, ahova megyünk, egy hatalmas tenger és óceánjáró, ahogy azt előbb már leírtuk, ezért el kell jutnunk abba a tengeri kikötőbe, ahol a hajó orvoz. De hogyan jutunk el a tengerhez? Természetesen repülővel a leggyorsabb a közlekedés a 21. században. Először persze ki kell mennünk a repülőtérre, mert a gép Budapestről, Magyarország fővárosából indul. Jegyünk Londonba, Anglia, angolul England fővárosába szól, ami az Egyesült Királyság, angolul The United Kingdom része. Ez volt 2012-ben a nyári olimpia házigazdája. És ott mindenki angolul beszél. Tette hozzá Péti. Igen, és egyébként a hajón is, ahová megyünk, mivel nem csak a világnyelv, world language, de a hajózás nyelve is az angol, English. Folytatta Orsi. Ahhoz, hogy egy nagy utazásra induljunk, szükségünk van az útlevelünkre, na meg egy-egy bőröndre, amiben a legszükségesebb dolgokat pakoljuk. Azt is leírjuk, hogy mit pakolunk a bőröndökbe? Érdeklődött Péti. Hát, ha szeretnéd, hogy mindenki tudja, hogy mennyi alsó nadrágot és zoknit tettél el az útra, akkor tőlem... Nevetett Orsi. Na, nem olyan fontos. Mentegetőzött Péti. Én amúgy is a gitárodra, meg a mikrofonodra gondoltam. Azokat visszük természetesen. Szerencsére elektromos zongora lesz a hajón, úgyhogy azt nem kell magunkkal cipelnünk. A reptéren ellenőrzik a csomagjainkat, megnézik az útlevelünket, és megkapjuk a beszállókártyát a repülőre. Imádok repülni, különösen a felszállás izgalmas. Sóhajtott Orsi. Én is, főleg mikor a légi kísérők kihozzák a kaját. Tette hozzá száját megnyolva, Péti. Te mindig csak a hasadra gondolsz. Még szép. Körülbelül 2,5 óra múlva leszáll a gép,
és innen még egy jó óra taxizással jutunk Anglia legnagyobb kikötővárosába, Southamptonba. Innen indult annak idején a szerencsétlenül járt Titanic nevű hajó is. Fűzte hozzá Péti. Így van, de ez most nem tartozik ide, majd ha valakit érdekel, megnézi a Titanic című filmet, vagy rákeres az interneten. Ellenkezett Orsi. Jól vanna, csak eszembe jutott. Mentegetőzött Péti. Na, most már elég a Titanicból. Zárta le a témát Orsi. Azt meg közben majdnem elfelejtettük leírni, hogy Anglia egy másik, a Greenwich-i időzónában van. Ezért egy órával vissza kell állítani az időt. A nap egy órával később nyugszik le, mert Magyarországtól nyugatabbra fekszik. Előttem van éjszak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. Szavalta Péti. Igen, a mi időnkben az éghajlatokat még így tanították a suliban. Tulajdonképpen így a 2,5 óra helyett csak 1,5 órát utaztunk elméletben az óra visszaállítása miatt. 1 órát nyerünk, a nap 24 órájából 25 lesz. Végre megérkezünk a kikötőbe, ahonnan már szemünkbe tűnik a hatalmas hajó. Mikor közelebb érünk hozzá, akkor vesszük észre, hogy milyen tekintét parancsoló. Alig várjuk, hogy felszálljunk, és belülről is alaposan szemügyre vegyük. De ez csak a következő fejezettől, igaz, Péti? Ez így igaz, viszont van egy pár feladatunk nektek, amit szeretnénk, hogyha megoldanátok. Ugye, amit most elmeséltünk itt a fejezetben hallottak alapján, nagyon könnyen meg tudjátok tudni oldani ezeket a feladatokat, és a kérésünk az lesz, hogy a Facebook oldalunkra akár üzenet formájában, vagy akár majd a bejátszás végén található e-mail címre küldjétek el nekünk a válaszokat, és akkor ezt le fogjuk ellenőrizni a következő fejezet alkalmával, ami ugye a holnapi napon várható. Nos, hát akkor nézzük is ezeket a feladatokat, gyere segíts nekem, Orsi! Az első feladat. Járművek. Milyen két járművel utaztunk, hogy eljussunk a hajóra? Válasz az alábbiak közül. Kerékpár. Villamos. Repülő. Metró. Taxi. Vonat. Válasszátok ki azt a kettőt, amivel eljutottunk a hajóhoz. És lesz még egy kérdésünk. Mindjárt olvassuk is a másodikat. Utazó dolgok. Mi a kakukk tojás? Melyik dolgot nem vittük magunkkal az utazásra? Útlevél. Bőrönt? Elektromos zongora? Gitár? Mikrofon? Na vajon melyik két dolgot nem vittük, ezt is megtudjátok, hogyha ide figyeltetek. Ebből csak egy lesz, Péti, mert nem két dolgot, csak melyik dolgot nem vittük. Jaj, bocsánat, hát melyik a kakukk tojás? Hát ezt tudhattam volna, hogy az csak egy dolgot. Na, nem baj, itt egyet kell, az előzőben meg kettő helyes válasz lesz. Na szóval várjuk akkor a megfejtéseket vissza ide a mi Facebook oldalunkra, vagy pedig világutazók.kalandjai@gmail.com e-mail címre is küldhetitek, de szerintem egyszerűbb, hogyha Facebook oldalunkon fogjátok a feladatot megoldani. Várjuk őket szeretettel! És természetesen holnap is találkozni fogunk, a következő, azaz a második fejezettel, és addig se felejtsétek jelszavunkat! Világutazók, kalandra fel! Sziasztok!